És hát ugye azonnal ott cselekedni kellett, mert azért ott volt akkor már két gyerek, az a rengeteg tudsz, ott vagyunk nyelv minden nélkül, én beszéltem angolul egyedül. Ez a Kaland vagyból külföldre podcast. Én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Köztudott, hogy a nők ragaszkodnak jól bevált fodrászukhoz. Mit csinálnánk azonban akkor, ha ez a fodrás Spanyolországba költözne? Nos, Kriszti nem sokat teketóriázott, összecsomagolt a családját, és néhány hónap múlva már a jól megszokott kezekben volt a frizurája. A történet 11 éve kezdődött, hogy mi történt azóta Krisztivel, a családjával, ez kiderül ebből a részből. Ha tetszett az adás, kérlek nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra. Boldi Kriszti vagyok, és Spanyolországban élek, Costa Blancán, három gyerkőcömmel és spanyol párommal. Krisztina, mióta éltek Spanyolországban? 11-ben jöttünk ki, az a 11 éve pontosan, ezen a nyáron. Előtte éltetek bárhol máshol, külföldön? Nem, Budapest és környéke, Dunakesziről jöttünk. Megvan neked az a pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy költöztök? Megvan, a sztori nagyon érdekes, mert a pillanat akkor történt, mikor az én szuper fodrászom eldöntött, hogy kiköltözik Spanyolországba, és sokkot kaptam, mert ugye jó fodrászt találni baromi nehéz, azért ezt tegyük hozzá. Ezért Magyarország ugye mindig házhoz jött, barátnő, minden, tök szuper, és egyszerűen bejelentett, hogy elmegy Spanyolországba, és összedőlt a világ. Úgyhogy eldöntöttük, hogy utána megyünk. Képzeld el. Tényleg így van, hogy egy nő nagyon tud ragaszkodni a fodrászhoz, de hogy külföldre utána menjen. Nem, az, és tudod, melyik pillanat volt a másik? Amikor fölhívtuk Skype-on novemberben, otthon eső, zimankó, borzadvány, és ő kint a teraszon egy ilyen tobban vasalt. És tűzött a nap, és meleg volt, és mondom, nekem ez kell. Gondolkoztatok egyébként előtte azon, hogy országot váltotok? Nem, abszolút nem. Fel sem erült. Soha. Mi a szakmátok? Mit dolgoztatok itthon, mielőtt elmentetek? Nekem van két diplomám, mind a kettő közgazdász diploma. Ezen belül marketing menedzserként végeztem, és így is dolgoztam egy Suzuki szalomban. A párom pedig, most már ex-férjem ugyan, de ő generálkivitelező volt otthon. Úgyhogy mind a ketten nagyon jól éltünk, meg volt a munka. Nekem ugye közben jött az első gyerkőc, ő 2008-ban született, úgyhogy én abba hagytam, de tulajdonképpen a szakmánk az ez. Hogyan készítettétek elő ezt a spanyolországi költözést, vagy ezt az országváltást? Hogy kezdődött a szervezkedés? Ugye eldöntöttük, hogy mindenképp szeretnénk menni. Mondjuk nagyban befolyásolt minket a spanyolországi döntésben a gyerekeknek az egészségi állapota, mert nagyon sokat köhögtek, bronhitis, akármi, ugye nem kell szerintem ecsetelnem, sokanyuka tudja, hogy ez milyen. És ahol én vagyok, az Európa legtisztább levegője, tehát ez is azért egy elég pozitív pont volt, mikor eldöntöttük, hogy akkor megyünk, tényleg megyünk utána. Elkezdtünk mindent eladni. Akkor még a Tesvesz felületet használta szerintem egész Magyarország, úgyhogy felpakoltunk mindent a Tesvesz-re, és szépen folyamatosan kezdtük eladni. Novemberben döntöttük el, hogy kijövünk, és júliusban már kint voltunk. Az ottani lakáskeresés, az, hogy hogyan, hol fogtok lakni, az hogyan volt? Itthonról szervezték, vagy kiment valaki? Fodrász barátnőnk segített mindenben, mert őt ugye megkerestük, és mondtuk neki, hogy mi pedig megyünk ott, ahol te vagy, és mondta, hogy ő segít mindenben, úgyhogy segített nekünk lakást intézni, segített a papírokat elintézni, úgyhogy az elég sok lépcsős a dolog, de azért tudtunk rá számítani mindenben. Úgyhogy ő segített. És ez neked teljesen mindegy volt, hogy Spanyolországon belül hol lakik? Tehát ha Barcelonában lakott volna, vagy a Costa del Solon? A Alicante alatt vagyok egy 45 kilométerre körülbelül. Úgyhogy szerencse, hogy ide jött, mert nagyon jó helyre jött, de komolyan fogalmunk se volt, hogy hova megyünk. Egy kicsi városba, Los Montesinosba érkeztünk, semmit nem tudtunk róla, de semmit. Semmit. Úgy jöttünk, hogy megkaptuk a címet, beraktuk a GPS-be, és elindultunk. Hogy ennyire vakon a fodrászt követted? Nem volt semmi preferencia, hogy mi kell nektek az ottani életkezdéshez, élethez?
ami volt egy plusz pont, hogy ugyanígy a barátnőm révén beajánlotta az exemet, exférjemet szintén egy generál kivitelezőhöz, aki magyar, és ő vele felvettük a kapcsolatot. És ő mondta, hogy jöjjön, már nagyon sok a munka, és nagyon várja, és stb. Tehát ez azért úgy lendületet adott, hogy van hova jönni. És kijöttünk ugye a semmiben, ugye 24 dobozzal a hátunk mögött, mert már kovésztek a koltunk minden. Tehát volt egy lakásunk, amit ezzel kiadtunk, tehát az az egy olyan bevétel volt, ami biztos volt. És akkor elkezdett dolgozni. Viszont két hét után a magyar vállalkozó azt mondta, hogy bocsánat, de nincs több munka, úgyhogy most nem tud éppen több munkát adni, úgyhogy köszöni szépen, de egyelőre ennyi. Úgyhogy ott egy kicsit azért megrengett a föld alattunk. Nekem az a szerencsém, hogy a munka mellett én hobbiból elvégeztem még Magyarországon egy műköröm, mert manikűres pedikűr tanfolyamot, úgyhogy így körülbelül volt sejtésem, de hát nem dolgoztam benne, csak gondoltam magamnak az úgy jó lesz. És hát ugye azonnal ott cselekedni kellett, mert azért ott volt akkor már két gyerek, az a rengeteg tudsz, ott vagyunk nyelv mindenélkül, én beszéltem angolul egyedül, úgyhogy gyorsan fogtam magam, készítettem egy csomó önéletrajzot, és elvágtáztam a legközelebbi ilyen bevásárlóközpontba, ahol volt egy ilyen gyors körömű kis bódé, olyan, mint Magyarországon, tudod, ez az időpont nélküli, és oda bementem, hogy a menedzsert keresni, angolul persze, mondták, hogy ez nincs itt. Úgyhogy ott hagytam az önéletrajzomat neki, és még aznap este fölhívott a főnök, hogy hát szeretnék dolgozni, jaj, mondom, nagyon. Hát akkor jöjjön be holnap egy próbanapra, megnézzük, hogy megy, és akkor majd eldönti. Másnap bementem egy próbanapra, minden rendben volt, nagyon tetszett neki minden, hál' Istennek, és harmadnaptól már dolgoztam nála a szerződéssel. Úgyhogy baromi nagy mázlim volt azért. Úgyhogy azért egy ilyen kis szakma nem árt, ha valaki tud valamit, tudod, mert azért az így kirántott a bajból. Mi volt a benyomásotok, amikor megérkeztetek? Erre számítottatok-e, ami ott fogadott titeket? Na, én nem. Nagyon elképzelésem nem volt, de ugye Los Montesinos egy kis városka, és vasárnap érkeztünk, emlékszem, és senki nem volt az utcán, és olyan furcsa nagy épületek voltak. Megálltunk az egyik épület előtt, mert azt hittük, hogy ott a cím, és kijött egy ilyen nagyon furcsa kinézetű pasi a házból, kicsit az arab beütéssel, jaj, mondom, hol vagyok, hova jöttem, te jó Isten, mit csinálunk. Aztán tudod, utána körbe megy egy kicsit az ember, akkor elindult az élet, ugye másnap hétfő mindenki jött ki, mozgott egy kicsit, nem teljes kihaltság volt, mint vasárnap. Ugye megnéztük a kis lakást, az is olyan kis aranyos volt, tudod, végülis három hálószobás apartman, tehát nem volt rossz, de minden teljesen más volt, mint Magyarországon. Tehát ezt azért nehéz volt elképzelni onnan, hogy milyen. Meg kellett azért szokni, más volt. Meg más az a környezet, amit már, ahol már most élek, az olyan nagyon spanyolos, nagyon szép, nagyon pálmafás minden, meg más egy ilyen kis város bent a belső részén Spanyolországnak. Mi nem tetszett azon kívül, hogy üres volt az utca vasárnap délután? Mire számítottál, mit vártál? Szép zöld környezetet, pálmafákat. Én számítottam emberekre, hogy ott majd ücsörögnek mindenhol, és akkor tudod, olyan nyüzsit vártam, vagy valami más, de nem ezt, amik ott fogadott. Ez olyan kicsit ilyen 13. kerület, kihalt része, és tényleg emberek nélkül. Tehát nem tudtam, hogy mi van, miért nincsenek emberek az utcán. Tényleg mindenki be volt, ugye siesta, meg pláne, ugye siesta időszak, nyár, július, és mindenki be volt zárkózva a házába, és nagyon olyan szellemvárosnak tűnt az egész. Meddig voltatok ott? Mondtad, hogy most már máshol éltek. Igen, hát azóta rengetegszer költöztem. Mi az oka a sok költözésnek? Kifejezett oka nincs, volt, hogy mi akartunk változtatni, volt, hogy lejárt a szerződés, és el akarták adni a házat, azért kellett elmenni, tehát nem volt úgy különösebb oka. Az én nagy váltásom az 17-ben volt, amikor elváltam, és akkor fogtam magam, és ugye akkor még Ciudad-Quesada, Torrevieja, ezen a környéken laktunk, és átjöttem Orihuela Costára, az tőle 15 kilométer, nem egy nagy különbség. Viszont a környezet teljesen más, és az emberek hihetetlen nyitottak, 90%-ban külföldiek vannak itt, egyébként vagy itt laknak, vagy nyaralnak, vagy jönnek-mennek, vagy tehát nem a spanyol, nagyon kevés egyébként, de nagyon, nagyon jó a hangulat, folyamatosan olyan pezsgő élet van, kicsit ilyen, olyan érzés, mint amikor mindig nyaralsz.
És 15 kilométert kellett csak odébb menni, hogy ezt megtapasztald. Igen. Ez hogy Torrevieket elhagyod, ez is egy nagyon szép ilyen vakációs város, de ez teljesen más. Sokkal zöldebb, sokkal kertvárosiasabb, tele van bárral, étteremmel, tehát olyan nagyon, nagyon élő, nagyon nyüzsis, nagyon klassz. És a fodrászoddal együtt mozogtok? A fodrász azóta is ott valósz Montesinosba. Az exet kint maradt? Kint, igen, igen, ő Torrevieken lakik, ő is maradt. Hát a gyerekek miatt főleg. Gyerekek mennyi idősek voltak, amikor mentetek, kimentetek? Amikor kijöttünk, a legnagyobb volt 3 éves, a középső volt 1, a harmadik meg még szegényként gondolatban sem volt. Kicsik voltak, úgyhogy ők jól vették. A 3 éves kicsit nehezebben kezdte az időszakot, mert itt 3 évesen kezdik a sulit egyébként. Tehát ez nem olyan iskola, mint egy rendes iskola, de úgy nevezik, tehát akkor megy be az iskola épületébe, és kicsit ilyen iskola előkészítőnek számít az első 3 év, tehát 3 évtől 6 évig. Fejlesztések vannak már, tudod, köröket rajzolnak, húzkodják a vonalakat, szóval már készítik őket fel a sulira. És ezt jónak érzed a mi óvoda rendszerünkhöz képest? Itt nagyon bevált, úgyhogy én szerintem nem egy rossz módszer. Kicsit játszhatnának többet, de a gyerekek de eleve játékosan tanulnak, tehát nincs ez a szigor, ne úgy képzeld el, hogy beülnek a padba, és akkor 45 percen keresztül csak az óra megy, hanem játékosan, rajzolgatva, színezgetve, tehát azért ők sem barbárok. Ők már anyanyelvi szinten beszélik a spanyolt, nem úgy, mint én. És te? Bár, jól beszélek, hát spanyol a párom, úgyhogy tényleg már nagyon jól megy. Zéro nyelvtudással, ahhoz képest büszke vagyok magamra. Mennyi idő alatt tanultad meg ilyen beszéd szinten? Az elején elkezdtem szótárazni a gyerekek iskolai dolgait, mert folyamatosan küldték haza papírokat, és semmit nem értettem belőle. Úgyhogy így indult ugye a szókincs, a megértés, a összetértelem mondatonak, stb. Akkor később volt egy magántanár, de ugye az sem ugyanaz. És akkor a legtöbb, ami rám ragadt, az válásom után történt, amikor ugye elkezdtem beszélgetni az itt élő fiatalemberekkel. És ismerkedni nyilván barátokkal, barátnőkkel, mikor az ember ugye kicsit kimozdul, akkor muszáj használni a nyelvet, és úgy ragad a legjobban. Amíg együtt éltetek, addig nem nagyon jártatok el? Helyiekkel nem nagyon ismerkedtetek? Nem, abszolút magyarokkal találkoztunk szinte csak. Abszolút nem. Hogyan kezdtél el helyiekkel ismerkedni? Szerencsére már eleve volt egy ismerettségem anyukákkal, ugye a suliból. Úgyhogy volt egy-kettő, akivel így felelevenítettem egy kicsit a barátságunkat, hogy akkor menjünk el, ígyünk el egy kávét. És akkor velük elmentünk este szórakozni, és tudod, itt az itteni emberek baromi nyitottak. Tehát tényleg annyira könnyű velük szóba elegyedni, hogy nem ez a feszengés van, hogy tudod, mit mondjak, hogy mondjak, hanem oda jön, megkérdezi, mit kérsz, kérsz-e valami, táncolsz-e, de tényleg csak felkérek tánca, aztán jön a következő, tehát semmi hátsó szándékkal, de nagyon-nagyon könnyű kommunikálni velük, abszolút. Mesélj a spanyol férfiakról, hogyan udvarolnak, mondjuk hát mondod, hogy spanyol párod van. Igen. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy a latin pasik azok szuper romantikusak, hát azért ez nem annyira így van. Kicsit hiányzik belőlük az a romantika, ami például a magyarokban megvan. Tehát ez a virágot veszek, kinyitom az ajtót, tehát ami nekünk szinte természetes, hogy ugye a férfitől elvárjuk. Itt abszolút ez a machizma, ez, hogy én vagyok a férfi az úraházban, ez kicsit így érződik az ő egójukon, tudod? Tehát rájuk kell szólni, hogy figyelj már, töltse már nekem egy pohárra, vagy ilyesmi. Ez a fajta figyelmesség, ez így nincs meg bennük. A többségében nincs meg. De azt is el kell mondanom, hogy a másik latin kategória, ugye ezek a dél-amerikaiak, rengeteg van itt is, ők egész más tészt. Tehát ők körülbelül ugye nők álmai, ők aztán a leéneklik a csillagokat az égből, és mindent, amit akarsz, úgyhogy ők nagyon értenek ahhoz, hogy egy nő hogyan érezze magát nőnek, azt tuti. De a spanyolok egy kicsit olyan kis bumbornyákok ebből a szempontból. És a karriered az hogyan alakult most, hogy már beszéled a nyelvet? Maradt a körmös vonal?
Nem, a körmözés azt viszonylag utána hamarabb hagytam, mert képzeld, nagyon érdekes, elmentem takarítani házakat, volt egy étterem is, amit takarítottam, tehát én mindent elvállaltam, engem nem érdekelt, és elmentem egy hatalmas nagy házba, szintén a fodrász ismerősöm ajánlására, egy szlovák családhoz takarítani. És annyira összebarátkoztam a feleséggel, hogy ugye elkezdtem neki körmöt csinálni, aztán utána pedikűr neki és a férjének. És teljesen összebarátkoztunk, és áthívtak minket egy vasárnap, azt hiszem, nem is tudom, valami születésnap, vagy valami volt, ami miatt átmentünk, és akkor kicsit ott szóba elegyedtünk, jobban a magánéletről is, meg mindenről, és kiderült, hogy a férfi mobiltelefonokkal foglalkozik, és addig-addig beszélgettünk, mert barátkoztunk, amíg az ex-férjemnek fölajánlott egy munkát, mint beszerző, interneten, Skype-on keresztül kellett dolgozni, és ezt kezdtük el együtt csinálni, úgyhogy teljesen átalakult az életem, még jártam hozzájuk utána takarítani, de 2015-ig neki dolgoztunk. 2015 után az ex-férjem folytattam, én pedig elkezdtem ingatlanozni egy itteni magyar csapattal, úgyhogy ott tanultam meg végül is mindent, ami az ingatlannal kapcsolatos. Ingatlan, ügyintézés, minden, ami a Spanyolországhoz tartozik, és szintén ők is magyarokkal dolgoztak. És 19-től vagyok teljesen egyedül már ebben a témában. És én ebből élek. Magyaroknak adsz el ingatlant? Igen, mert tudod, az az igazság, tehát én inkább ingatlan coachnak mondom magam, azért, mert én az összes ügyfelemmel nagyon jóba vagyok, megismerjük egymást, és főleg az a fontos, hogy én megismerjem őket, mert azáltal tudom megtalálni nekik azt, amit ők igazán szeretnének. Tehát mindenki más célból akar vásárolni, más a pénztárcájának a mércéje, tehát mindenkinek más a körülménye, és én ehhez igazodom maximálisan. Tehát abszolút meg tudom találni nekik azt a lakást, vagy területet, vagy környezetet, amit ők keresnek, amilyen célból keresik. Úgyhogy én azért a magyarokra vagyok rá specializálódva, főleg azért, mert ugye én végigmentem az egész úton, a legaljától, és pontosan tudom, hogy mi minden buktató van, meg mennyi minden van, amire oda kell figyelni, és ez is sokkal jobban megkönnyíti a helyzetet, ahogy nekem is megkönnyítette annak idején az én barátnőm. Nem tudom, hogy a magyarországi árakkal mennyire vagy tisztában, de össze tudnád hasonlítani az ottani ingatlanárakat, mondjuk a budapesti ingatlanárakkal? Pont most múlt héten adtam el egy ingatlan 70 ezer euróért. Az ingatlanban volt 2 szoba, közösségi medencével, tehát gyönyörű szép medencével, és 5 perc a tengerparttól. Szóval 8 millió forint. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt sokkal olcsóbbak az árak. Sokkal olcsóbbak, mint Magyarországon. Ugye összehasonlítva, hogy nekem fontosabb az, hogy milyen a környezet, tehát Budapest, természetes, viszont azért itt csak egy gyönyörű tengerpart van a szomszédban, csak gyönyörű, tiszta levegő, úgyhogy én nekem sokkal többet ér, hogy hol van az az ingatlan. De ez ilyen beköltözhető azonnal? Azonnal. Bútorral, a tévével, a hűtővel, mindennel, teljesen felszerelt. Úgyhogy nagyon jó árakon lehet találni. Jó fejek a helyi spanyolok? Nagyon nyitottak, tényleg nagyon sokat nevetgélek rajta. Van egy reggeliző helyünk, ahova bejárunk. Tipikusan spanyol tapaszokat lehet reggelizni, vagy 10 óra ízni, ami persze 11-kor tömve van, mert mindenki 10 óra ízik, akármit dolgozik, akár festő, akár irodai munkás, hogy jön és 10 órai van. És mindenki úgy beszélget a másikkal, mintha 1000 éves ismerős lenne. Tehát fantasztikusan nyitottak, tényleg. Imádom őket, hogy annyira barátságosak, hogy összehasonlíthatatlan. Azért én emlékszem, Magyarországra nem volt ilyen soha. Sajnos. Miben változtál? Fel tudod még azt idézni, hogy milyen volt a budapesti Krisztina, és milyen most? Az az igazság, hogy én mindig ilyen voltam, mint most, csak nem tudtam kibontakozni. Mert mindig falakba ütköztem, nagyon sok undok emberrel találkoztam, akit nem értett, hogy mit vigyorgok, miért mosolygok, mi biztos akarok valamit. Jaj, mondom, hogy jó kedvem van, semmi bajom. Úgyhogy én ilyen voltam mindig, de itt igazán én tudok lenni. Ott vissza kellett fognom magam, és ott disztingválni kellett, mert ott csúnyán néztek rám, hogyha aranyos voltam. Jársz haza? Egyszer-kétszer az évben megyünk haza egy-egy hétre. Nekem otthon van apukám, vannak unokatestvérek, úgyhogy megyünk haza. Most például a nagyfia Magyarországon van egész nyáron, úgyhogy őt hazaküldtem. Tehát küldeni nagyon nem kellett, mert imádja Magyarországot ő, az összes erdő és tó és minden az ő szerelme. Úgyhogy ő szívesen ment. Úgyhogy szeptember 3-án jön most már vissza. Mit tapasztalsz, amikor hazajössz?
Látod-e, jobban látod-e a különbséget, hogy milyenek? Igen, abszolút. Abszolút érzem ezt a merevséget, ezt a morcosságot, valahogy olyan, mintha mindig rosszkedvűek lennének. Tehát azt látom az arcukon, hogy olyan be vannak savanyodva, nem tudom miért. Az ember próbál kedves lenni, néha talán viszonozza, néha meg én érzem magam kellemetlenül, főleg mikor innen elmegyek, abszolút lehet látni a különbséget. Tudod, mit éreztem? Én otthon ezt a zsizsgést, tehát például én a Szentendre út és környékén közlekedtem, és úgy nyomtak engem onnan le, hogy komolyan mondom, pánikolva mentem a külső sávba, mert mondom, hogy nekem végem van, hogyha nem megyek arrébb, és ez itt abszolút nincs. Tehát mondjuk én nem nagy városba lakom, de azért van forgalom, és közlekedünk kétszer-két sávos út, akármi, és annyira nyugodtak az emberek, hogy nagyon, tehát nem ez a őrültek háza van, az biztos, mint otthon. Mi az, amit nehéz megszokni ott, vagy amivel úgy nem vagy megbékélve? Van-e ilyen? Mindennel meg vagyok békélve. Nagyon furcsa volt az elején ez a borzasztó lassú, nyugodt tempó. Tehát, ha valamit el akar intézni az ember, akkor no stressz, nincs idegeskedés, az úgyis el lesz intézve, de jövő héten jön vissza az, aki ezzel foglalkozik, mert éppen nyaral, vagy például bemész a bankba, és áll a sor, simán kimegy a pénztárból az ember, mert neki kávé ideje van 10 órakor, úgyhogy ezek olyan dolgok, amihez ő neki joga van, és ő igenis neki ezt meg kell, megkérdőjelezhetetlen, hogy ő kimenjen kávézni, majd vártok kategória, és várnak. És itt más választás. És le, és addig beszélgetnek, és mit tett halálos. Úgyhogy ez furcsa volt így a magyar mentalitással idejönni, és ezt látni, hogy mennyire nem idegeskednek semmin. Mennyire könnyű ott munkát találni, vagy sem? Milyen szakmával érdemes szerinted neki indulni? Ez a rész, ahol én vagyok, maximális a vendéglátóipar. Minden területe, a bárok, az éttermek folyamatosan keresnek egyébként munkaerőt, tehát mi most is látom csoportokban. Olyan bárok, amiket én is ismerek, tehát tudom, hogy tényleg szükség van még pincérre, vagy a konyhai kisegítő, vagy bármi, az itt dübörög. Tehát minden, ami ezzel kapcsolatos. Szerintem egy olyan 1500 eurót keresnek körülbelül a pincérek, plusz vagy mínusz borravaló, az mondom, helye válogatja, de boldog, tehát úgy látom, hogy ez nem tartozik a kicsi kategóriába ez a kereset. Mennyiből lehet megélni? 1200-1500-ből már meg lehet élni. Lakásbérléssel. Azt mondanám, hogy bőven, tehát lakásbérléssel, kifejezetve a rezsi, kocsival meg lehet élni. Az idő az milyen? Nyáron meleg az nyilvánvaló, de mi történik ősszel, télen? Az ősztél is nagyon jó idő, ezért abszolút ez a tavaszi időjárás, mondjuk december-januárig. Januártól kezd el átmenni ilyen hűvösebb, hidegebb időszakra. Itt főleg hajnalban van elég hideg, tehát akkor lemegy egy ilyen 4 fokra mondjuk a hőmérséklet átlagban, de baromi gyorsan felmelegszik viszont. Tehát ahogy kibújik a nap, egy fokozatosan megy föl, még föl tud húzni 20-25 fokig is, mert ereje van a napnak egész évben. Tehát tök mindent, hogy január vagy február, de van, hogy rövid ujjasban vagyunk, mert isteni jó. Hát rengeteg olyan fotó van egyébként a neten Lazéniáról, hogy ezeket a Mikulás bulikat a tengerparton tartják, ugye fürdőgatyába és Mikulás sapkába december 6-án, tehát tényleg jó az idő. Mit tanácsolsz annak, aki Spanyolországon gondolkozik, hogy oda költözne? Hát azt tanácsolom, hogy mindent bele. Én nagyon drukkolok, mert szerintem baromi jó döntés, az biztos. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen háttérre indulnak az emberek. Vagy egy jó szakma, vagy félretett kis tartalék, ami tudja őt segíteni. Mert sajnos azért van olyan is, aki mindent el akar adni, mindent felad, és minden nélkül jön. Tehát azt azért nem javasolnám. Tehát azért nagyon, nagyon rizikos, főleg ha van mondjuk gyerek. Ha nem, akkor az mondjuk egy más kérdés. Azt tanácsolod, hogy ne égessen föl mindent maga mögött, hogyha esetleg nem jön össze az ottani terv, akkor vissza tudjon menni? Aki megteheti, hogy esetleg egy ingatlant otthon hagy, akkor tegye meg. Aztán majd eladja, hogyha arra kerül a sor. De kell, hogy jöjjön, és kell, hogy megtapasztalja, hogy milyen itt. Mert nagyon sok ember van, aki Budapestet szereti, azt a közeget szereti, csak azt gondolja, hogy Spanyolországból tényleg kolbászban van a kerítés. Nem,
Abszolút tényleg nem így van, viszont nem mindegy, hogy milyen környezetben robotol az ember, vagy dolgozik, vagy tényleg elvégzi a munkáját, és kiül a kávézóba a tengerpartra, és egy perc alatt feltöltött. Ezek a nem mindegyek. De hogyha megteheti az ember, hogy valamit tart otthon, mert mondjuk fél, hogy meggondolja magát, akkor tartsa. Én biztos nem mennék már vissza. Mindenkinek más a sorsa, nyilván. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.